Ott hagyta ezt nektek. Most én meg elhoztam. A Mikulás elmaradt ajándékaival érkeztünk Szarkásba, egy kis tanyára, ahol három gyermekével él albérletben az István család, nagy szeretetben, de legalább akkora szegénységben. Az édesapa alkalmi munkáiból és a családi pótlékból fizetik 45 ezer forintos albérleti díjukat és a rezsit. Számukra az advent nem a gondtalan ünnepvárásról szól. Hogy készülnek az idei karácsonyra? Hát most majd megyünk a mamához, meg a másik mamához. Itthon csak szenteste leszünk, és akkor majd csinálunk ebédet, vagyis vacsorára, és utána megcsinálunk sütit is. A gyerekekkel szoktunk, Levi nagyon sokat szokott segíteni, és ugye szoktunk begylit sütni, meg töltött káposztát csinálni, meg egy kis sült húsit. Horváth Attilánéval, a Városi Szociális Közalapítvány elnökével érkeztünk ma a családhoz, hogy az ünnepek közeletével megajándékozzuk őket. A 8 hónapos Danikának egy kis ágyat is hoztunk, amit Varga László nyugalmazott református lelkész ajánlott fel. De sok más mellett megkapták a gyerekek Szemerei Népataki Klaudia polgármester ajándékait is, amelyeket játékgyűjtő akciónkra hozott. A fiúk nagy örömmel próbálták ki a játékokat. Ez a család volt az első, akik részesültek idén a Kecskeméti Médiacentrum és a Városi Szociális Közalapítvány közös játékgyűjtő akciójának adományaiból. Rajtuk kívül azonban még nagyon sok család szorul ebben az időszakban támogatásra. Természetesen, hogy vannak szegény családok, akiket egy karácsonytáján különösen szükséges segíteni. Egyrészt már következik a tél, amikor jobban fel kell öltözni. A másik pedig a karácsony közelettével mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy a szegény családoknak is jusson a mi szeretetünkből, és nyissuk ki ilyenkor ne csak a szívünket, hanem a zsebünket is, és a pénztárcánkat is, meg amink van. Nem kell az nagyon gazdag lenni, egy kis ajándékkal már boldoggá tudunk tenni ilyen gyerekeket, családokat. Az István család egy régi vályogépületben él. Az apa 60-70 ezer forintos béréből épp csak annyira futja, hogy elkészüljön a karácsonyi vacsora. Ezért a gyerekek nagy dolgokról álmodni sem mernek. Jutni fog a karácsonyi ajándékokra is? Ilyen apróságokra igen, de ilyen nagy ajándékra nem. Ilyenkor szívesen fogadják a segítséget? Én örülök neki, meg szerintem a gyerekek is ők, akik úgy nagyon örülnek neki, hogy kapnak ilyen nagyobb ajándékot, amit mondjuk mi nem tudunk nekik megadni. A legnagyobb fiú, Levente örült legjobban ajándékainknak. Sorban bontotta ki a játékokat, gyorsan ki is próbálta azokat. Azt is elárulta nekünk, mi a legtitkosabb álma idén karácsonykor. Levente, elmondanád nekem, hogy mire vágysz legjobban karácsonykor? Egy varázspálcára, hogy tudjak jó kocsikat csinálni, meg roncsosokat, meg mindent. És anyáiknak is varázsolnál valamit ezzel a varázspálcával? Mit? Igen. Hát, amit akarnak, azt varázsolok nekik. És mit gondolsz, mi lehet az? Hát, ha nem jó a gyújtó, akkor varázsolok nekik egyet. Bár a gyújtójuk még jó, így be tudnak fűteni, a jövő hétre már nem biztos, hogy lesz elegendő fájuk. Bíznak benne, hogy tudnak majd jó áron venni. Ez azért is fontos, mert fával melegítik fel a fürdővizet is, bojlerje ugyanis nincs a szegényes fürdőszobának. Az édesanyától azt is megtudtuk, hogy elromlott az ajándékba kapott mosógépük, így most kénytelen kézzel mosni ruháikat. Az ő legnagyobb álma az, hogy egyszer elköltözhessenek innen, és saját otthonuk legyen. Abban reménykednek, hogy jövőre állandó munkája lesz a családfőnek, akkor talán teljesíthetik majd gyerekei kívánságait. Sajnos sok nehéz sorsú család él Kecskeméten és a város környékén, ezért is indítottuk el a tavalyi évben játékgyűjtő akciónkat, amely még javában folyik. Szeretnénk kérni, hogy a Kecskeméti Televízióval gyűjtjük az ajándékokat karácsonyra, amit december 18-án fogunk részben azoknak a gyerekeknek odaadni, akik eljönnek a híres agórába a karácsonyi ünnepségünkre. Egy részét pedig nyilván a rászoruló családoknak, akik nem lesznek ott, de el fogjuk juttatni.
Ezért nagyon kérjük, hogy akinek van már megunt játéka, azt juttass el, legyen szíves idén a karácsonyi ünnepséghez. Meg tudjuk adni a gyerekeknek ezt az örömet. A felajánlásokat december 17-ig várjuk a Kecskeméti Televízió szerkesztőségébe, a Szabadságtér 2 szám alá.